idén a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium tartotta balagását a Városháza téren. A virágcsokrok és cserepes virágok mellett bővült az ajándékkínálat anyák napjára. Parádés mérkőzésen győzte le a Ferencváros gárdáját városunk női kézilabda csapata. Köszöntöm nézőinket, Önök a D Plus TV híradóját látják. A tavaly indított kezdeményezés folytatásaként idén a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium tartotta balagását a Városháza téren. Sok százan gyűltek össze ünnepelni a végzős diákokat, és még az időjárás is kegyes volt a rendezvényhez. A menet elején a 12. A osztály. A Rudas iskolában gyülekeztek a diákok, majd a Városháza téren ünnepeltek a végzősök és vendégeik. A színpadon Szemenyei István, az iskola igazgatója búcsúztatta őket. Van egy különös apropója annak, hogy itt vagyunk, hiszen a Rudas már egy olyan iskola, ahova elsősorban a sport miatt az ország minden részéből érkeznek fiatalok. Már ők vannak többségben iskolánkban, és nem a dunaújvárosi hallgatók. A ballagás így módon nem csak az alma mátertől, hanem a várostól való elköszönést is jelenti. Cserna Gábor polgármester felnőtt életük kezdetén üdvözölte a végzős diákokat. Higgyék el, Önök igazán a mai napon váltak felnőtté. Mától nem csak a jegyeikért felelnek. Mostantól az a dolguk, hogy nyitott szívvel és nyitott szemmel kezdjék meg felnőtt életüket. A Rudas iskola a 4 év folyamán kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók elismerésére díjakat alapított. Rudas Plakett nívódíjban részesült Vámosi Nikolett. A Rudas sportjáért díj kitüntetettje Nagy Zsuzsanna. Rudas diák önkormányzatáért díjban Bernát Fanni részesült. A Rudas szakképzéséért díjat Hizsák Anita kapta. A Rudas stúdiójáért díjjal Mosonyi Balázs munkáját ismerte el az intézmény. A végzős diákok rengeteg élménnyel gazdagodva szívesen emlékeztek vissza az elmúlt esztendőkre. Az osztálytársaimat nagyon szerettem, tehát egy hihetetlen jó közösség volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy minden program, amin együtt vettünk részt, arra szívesen fogok visszaemlékezni. Hát a tapasztalataimhoz pedig tényleg nagyon sok mindent adtak, kezdve a prezentáláshoz, a tanuláshoz való segítségekkel, meg hogy hogy álljam meg a helyemet az életben is. Amikor tavaly megnyertük a Rudasetet az osztályommal, eleinte nagyon nehezen indult a közös munka, de aztán sikerült, és ennek az lett a gyümölcse, hogy a mi osztályunk a 12. D nyerhette meg, amire nagyon büszke vagyok, és örülök neki. Az immár hagyománynak tekinthető Városháza téri balagások sorában a Széchenyi István gimnázium után a Rudas folytatta a sort. Összesen 96 végzős diákunk van 4 osztályban, és valóban először egy kicsit megijedtünk, amikor megkaptuk a meghívást polgármester úrtól, hogy idén a Rudasra esett a választás, hogy mi vehetünk részt a Városházi téri ünnepségen, mert ugye az ember szereti a megszokott, jó bevált dolgokat, helyszíneket, és most azt kell mondanom így utólag, és remélem, hogy ezt a szülők is visszaigazolják, hogy külsőségeiben, látványelemeiben, és hát az időjárásról ne is beszéljünk, hogy egy emlékezetes ballagáson vagyunk túl, egy nem megszokott ballagáson, egy szép színvonalas, nyilván érzelmeiben, gondolataiban, a többihez illeszkedő, de mégis egy exkluzív ballagás volt az idei. Ennek a térnek, a Városháza térnek a felújítása, az nem pusztán egy fizikai történet volt ebbe a városba, nem úgy gondolom és vallom, hogy egy főtérnek tezsegnie kell, élnie kell, rendezvényekkel, és egy középiskolai ballagás egy nagyon szép történet bármely település életében is. Az egy külön szerencse az időben, hogy a tennapi naphoz képest ugye a mai napon csodálatos időjárás fogadta a ballagó diákokat és a kedves szülőket, úgyhogy bízom benne, hogy ezzel a jókedvel hangulattal fognak neki vágni a hétfői magyar érettségének is. A végzősök a hétvégén még ünnepelnek, ám hétfőn kezdik az érettségiket, majd nem sokkal utána befejezik középiskolai tanulmányaikat. Május első vasárnapja, anyák napja. Magyarországon a 20-as évek óta ünnepeljük az édesanyákat és a nagymamákat. Az ünnep elengedhetetlen kelléke a virág, amelyből ma már hatalmas a kínálat. Választásunkat csupán a pénztárcánk befolyásolja. Az anyák napi virág
kínálat is bővült, mert nem csak a csokrok és a cserepes virágok vannak Porondon az üzletekben. Szerencsére sok kosárkát, beültetést és virágdobozt készítünk. Ezek most nagyon kelendők, kedves kis ajándékok az édesanyáknak. Az árát itt is nehéz meghatározni, egészen 1500 forinttól, akár a csillagos égig, attól függ, hogy milyen virágokból készülnek ezek a készítmények. Borult a papírforma. Hazai pályán legyőzte a Dunaújvárosi Városi Kohász Kézilabda Akadémia NB1-es felnőtt női kézilabda csapata a Ferencváros gárdáját. Szinte rajt cél győzelemmel, néha 11 gólos különbséggel parádés mérkőzést játszottak a lányok. A tabella második helyén álló Ferencváros az elején jól indított, de a hazaiak rendre válaszoltak találataikra. Később komoly előnyt harcolt ki a DKK a csapata. 4-3-as hazai előnynél magasabb sebességbe kapcsolt a Kohász, és 10-3-ig meg sem álltak. Az első félidő közepén, mintha összeállt volna a Fradi, és többször sikeresen védekeztek, eredményesen támadtak. Kezdték ledolgozni a hátrányt, ám a hazai csapat ismét egységként dolgozva újra felpörgött. Hamar el is érték a 10 gólos különbséget, és ezzel megnyugtató fölénnyel mehettek pihenőre a lányok. A második játékrészt a vendégek kezdték jobban. 5 gólra is megközelítették a jó formában játszó hazaiakat. Ekkor azonban ismét begyújtották az akadémisták a rakétákat, és egy hatalmas sorozattal tették megkérdőjelezhetetlenné a győzelmüket. Így borítva a papírformát a szezon vége felé egy nagyon szép győzelmet még felmutatott a csapat. A hazaiak vezetőedzője György László a csapategységet nevezte meg a fő értéknek a mérkőzésen. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, nagyon fegyelmezettek voltunk a védekezésben, mind a támadásban. A védekezésünkből, illetve amikor gólt kaptunk, akkor is állandó nyomás elé aláhelyeztük a Ferencváros védelmét. Tudtunk menni, tudtunk futni, és itt a gyors indításainkat gólra tudtuk váltani. Így kialakult az első félidőben egy nagyobb előny, ami úgy gondolom, hogy meg is határozta a mérkőzésnek a végkimenetelét. Én szerintem egy kicsit nagyobb arccal álltunk ennek a mérkőzésnek, mint amivel szabadott volna, és utána ez teljesen, ez párosult egy nagyon-nagyon gyenge védekezés és visszarendeződés az első fél időben, és utána a második fél időben ezzel nem tudtunk. Tehát úgy nézett ki, hogy talán tudunk korrigálni, de aztán végére már megint nem tudtunk korrigálni, úgyhogy mindenképpen én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés ez nem volt méltó a mi idei évünkhöz. A dunaújvárosiak végig fergeteges formában játszottak, a kisebb hullámvölgyekben viszont komoly egyéni teljesítményekkel lendítették tovább a csapatot. A véghajrában Szalai Babett vállalta ezt a szerepet magára, Kovács Anna 12 gólig jutott. Egy ilyen hőfokú meccset nagyon nehéz 60 percig azonos tempóba, azonos mértékkel úgy gondolom végrehajtani. Volt a második félidő elején egy kis pauzánk, de mindig volt valaki, aki tovább lendítette a csapatot, így a vége felé én tudtam a csapaton segíteni, és ennek nagyon örülök. A DKK a női kézilabda csapatára nagy küzdelem vár még, május 12-én lépnek pályára a tabella vezető Győr otthonában. Fejlesztés, támogatás, verseny. A jövő év terveiről tartott sajtótájékoztatót a Dunaferese kajakkenu szakosztálya. A rendezvényen az egyesület vezetése és versenyzői is részt vettek. Igen, komolyan vette a felkészülését a 2017-es versenyszezonra. A kajakkenu szakosztály téli felkészülésének értékelésével kezdődött a Dunaferese sajtótájékoztatója. Pető Zsolt szakosztályelnök kiemelte az edzéslátogatottságot, valamint a paksi erőléti felmérőt, amelyen az egyesület versenyzői jól teljesítettek. Az idei évben talán eddig sose látott módon kap figyelmet és támogatást a Dunafer Sportegyesület. A szakosztály elnök a 2017-es támogatásokról is beszélt. Összesen több mint 70 milliónyi pályázati pénzhez jutnak, amely magában foglalja az eszközfejlesztést, valamint a korábban megkezdett csónakházi felújítást is. Összesen 72 millió forintnyi támogatásunk van az idei évben, külső forrásból, plusz ugye természetesen az ISD Dunafer, mint főtámogató támogatja Dunaferesét, ebből is kapunk. És azt gondolom, hogy minden lehetőségünk adott arra, hogy továbbra is egy kiemelkedően eredményes szakosztály maradjunk
legalábbis az idei és a következő években. Az idei legfontosabb diadalokról Molnár Gergely vezetőedző beszélt. A versenyszezon mintegy 30 megmérettetésből áll a dunaferesek kajakkenusai számára. Folyamatosan válogató versenyeket fognak rendezni ugye Szegeden, Szolnokon, és azon is részt veszünk a felnőtt versenyzőinkkel. Idén Európa-bajnokság és világbajnokság is lesz, illetve az U23-osoknak és ifjúságiaknak is egyaránt, úgyhogy a válogatókon elsősorban ezekre a versenyekre készülünk. A különböző versenyek és edzőtáborok mellett a kajakkenu szakosztálya augusztusban egy találkozót szervez a sporták szerelmeseinek. Ennek pontos időpontjáról a szervezők később adnak tájékoztatást. Kiemelt híreink következnek, még egyszer röviden. Idén a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium tartotta balagását a Városháza téren. A virágcsokrok és cserepes virágok mellett bővült az ajándékkínálat anyák napjára. Parádés mérkőzésen győzte le a Ferencváros gárdáját városunk női kézilabda csapata. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk töltötték az elmúlt perceket, időjárás jelentésünk következik, tartsanak velünk! Vasárnap is nézzék a D Plusz TV-t, hiszen a Dunai Város Pase labdarúgó csapata a Ferencváros 2 ellen lép hazai pályára, a mérkőzést a D Plusz TV élőben közvetíti. Viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Vasárnap sokfelé készülhetünk esőre, záporra továbbá zivatarok is kialakulhatnak. Délután egy hideg front érkezik, ennek következtében északnyugat felől feltámadhat a szél. Napközben 17-21 fokot mérhetünk. Hétfőn elsősorban a Dunától keletre számíthatunk még egy-egy záporra, de már sok lesz a napsütés is. Az erős északi a szelet viharos lökések kísérhetik, a hőmérséklet 15-19 fokig emelkedhet. Kedden néhol még előfordulhatnak záporok, erős északi a szél és hűvös idő várható.